Kőbányán nem csak a buborék pezseg a sörben. Egy maroknyi csapat igyekszik megtenni mindent egy bringásabb világért. Én nem tudok más olyan szervezetről, amik hasonló elánnal végzi ezt a munkát. Hasonlóan hozzánk akár több éves, több évtizedes tapasztalata van akár. Tour de Hongrie, kőbányai velodróm, pumpapálya, mind-mind az ő nevükhöz fűződik. A legnagyszerűbb küldetésük tűnik a legegyszerűbbnek, pedig rengeteg munkát kíván. Megpróbáljuk megadni a lehetőséget erre a gyerekeknek, és persze a szüleiknek is, hogy el tudják engedni a gyerekeket önállóan közlekedni bringával. Kis lépés az embernek, nagy lépés a bringás társadalomnak, ami itt kezdődik. A Bringás Brigantik a kőbányai bringarénánál a Bringa Suli programján járt. Én nagyon élveztem, szerintem ez nagyon jó volt. És a programok is nekem nagyon tetszettek, az, hogy bringászunk, nagyon tetszett. Melyik volt a legjobb feladat? Az legelső, ez az akadálypálya. Az akadálypályát, mikor kipróbáltunk olyan dolgokat is, amiket mondjuk nem annyiszor próbálunk ki. Például a slalom, nem tudom kimondani, de amúgy az, meg a fék, mert azt nem szoktam használni, hanem a lábamat szoktam használni helyette. Ez most egy ötödikes osztály volt, nem annyira használják napi szinten a kerékpárt. Én azt látom, hogy azért van még hova fejlődni, de szerintem sok ilyen programmal lehetne ezt csiszolni. Itt azért kellett, igen, sokat kellett oktatni a gyerekeket. Az elindulás, a fékkezelés, akár csak egy fejvédő beállítás. De én azt mondom, hogyha az ember elmagyarázza nekik, akkor ez elég fogékonyak rá. Garamszegi László, vagy ahogy bringás körökben ismerik, Otto, többszörös magyar bajnokként és bajnokok edzőjeként is tisztában van vele. Erős alapok nélkül nem leszünk bringás nemzet. A Bringasuli legújabb programjában első körben a kőbányai általános iskolákat szólították meg, hogy a nemrég avatott bringarénában és a közeli betonpályán mutassák meg a srácoknak a bringázás alapjait. A Bringasuli és a Bringa Akadémia atya, Abelovszky Tamás bizakodó. Ezek a képességek, készségek fejleszthetők, ezt is próbáljuk megmutatni ezeken az iskolai programokon, hogy egyébként, hogyha valaki 2 órát mondjuk itt a kőbányai helyszínen eltölt velünk, már látszik az, hogyha kijönnek hozzám a betonplacra a gyerekek szlalomozni, meg lassúsági verseny, meg kiszorítóst játszani, hogyha ők először az ügyességi pályán kezdtek, akkor már magabiztosabban ülnek a bringán, mint hogyha ők kerülnek hozzám először. És ebből az a tanulság, hogy alapvetően 3-4-5 órányi foglalkozás is olyan segítséget tud adni a gyerekeknek, amivel magabiztosabban tudják megülni a bringát. Igazából ez nagyon izgalmas, hogy felhez ezt nézni, hogy ugyan felmegy oda tök közel a zöldhöz, és utána meg a motorral is felment, ami még gyorsabb és még jobb. Lenne kedved kipróbálni neked? Lenne kedvem. Kivételes adottságok ezek, kivételes lehetőséggel. Amellett, hogy egy hatalmas élménybe lehet részük azáltal, hogy egy olyan bringás létesítményben járhatnak, ami gyakorlatilag közes távol, több száz kilométeres körzetben akár nincs is, nem az, hogy Magyarországon, még a környező országokban sem. Volt versenyző kollégáim, mesélnek arról, hogy milyen azon versenyezni, hogyan lehet azon mozogni, be is mutatják akár, hogy hogyan lehet körbe-körbe menni a pályán. Egyrészt a gyerekek ezt csodálattal figyelik, hogy lehet fennmaradni a fapályán. Ezen kívül, ezen az élményen kívül adunk nekik ugyanúgy egy ügyességi pályás programot, egy interaktív kereszt foglalkozást, és kint a sportligetben, szabad téren, egy nagy betonplacon még további ügyességi feladatokat és játékokat csinálunk a gyerekekkel, így adunk egy komplex csomagot az ide érkező osztályoknak. És ez csak egy szelete a bringasulinak, hiszen a bringasuli csapata legtöbbször útra kell, és iskolákba viszi el a programot. De ott vannak az oktatófüzetek és az online láb is, a bringasuli.hu. Azt láttuk, hogy ha akarjuk, ha nem, a gyerekek használnak tabletet, mobiltelefont, laptopot otthon, tehát ha valahogy közel akarunk kerülni a gyerekekhez, akkor muszáj online tartalmakat is biztosítani, és ezt pedig az ő nyelvükön kell biztosítani, az ő szavaikkal, a nekik való videókkal, nekik való képanyaggal. Ez abszolút a 9-12 éves gyerekeknek a szintjén mutatja be azt, amit szükséges tudni ahhoz, hogy elinduljanak bringázni. Persze ehhez kell a szülők, az iskola és a tanárok munkája is. Őket szólítja meg Tamásik Bringa Akadémia programja, de erről majd egy másik videóban mesélünk. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.